Szia, szeretettel köszöntelek! A mai napon véget ér a krim sorozat, de mielőtt elbúcsúznék, hoztam újabb érdekességeket krimtel kapcsolatban. Az egyik az, hogy krimt kiváló grafikus volt, illetve portrékészítő és tájképfestő. Tehát mielőtt a szecessziós stílus megalapította, ezekben is tündökölt, ezekben a hát úgymond szakmákban. A későbbiek folyamán pedig Klimtről számos film megjelent. Én csak kettőt hoztam el most, de ennél több film dolgozza föl az ő munkásságát, az ő életét. Az egyik film 2006-ban látott napvilágot, és hát stílusosan a címe annyi, hogy Klimt. Aztán a másik 2015-ben, és a címe pedig a Hölgy aranyban. Nem tudom, hogy tudtad-e, de Klimt művei különösen egyről tudok, ami rekord áron kelt el. Ez a képe pedig nem más, mint az Adél Bogbauer 1-es nevű képe, ami 135 millió dollárért kelt el 2006-ban. Nos, ezzel véget ért a krim sorozat. Remélem, hogy élvezted, hogy hoztam neked újdonságokat Klimttel kapcsolatban. Hogyha te is tudsz ilyen érdekességeket, amiket én esetleg kifelejtettem, akkor kérlek, hogy posztold, írd meg nekünk, hogy tudjuk, hogy mi az, ami még Klimttel kapcsolatban izgalmas és érdekes lehet. Valószínűleg, hogy a nyár folyamán fogok még ilyen sorozattal jelentkezni, hogy egy kicsit felpestítsük a régmúltat, a régi festőket. Esetleg, ha van olyan festő, akiről szívesen hallanál, akkor kérlek, hogy írd meg kommentben, és próbálok róla olyan információkat gyűjteni, ami mindenki számára érdekes lehet, hasznos lehet, és újdonság lehet. Köszönöm, hogy velem tartottál, várok legközelebb is. Szia!